napot kívánok! Azzal kezdem, hogy senki sem szeretne kísérleti nyullá válni. Ebben az országban ezt arra mondom, hogy ez a modellkísérlet nevű kifejezés a kormánytagok részéről egyre divatosabb, ugye az egyetemi modellváltásról beszélnek, és mintha az egészségügyben is egy modellváltás lenne már kialakulóban, és erre mondtam, hogy nem igazán érzem jól magam kísérleti nyúlként egy országban, amikor az én bőrömre megy ki a játék, meg az önökére. Ma az egészségügyről fogunk beszélgetni, van ám miről bőségesen, nyilván nem kell önöknek külön bizonyítanom, de azért néhány adatot hadd mondjak már el, hogy hogyan csökkent az egészségügyre fordított költségvetési kiadás. Elég jelentősen, ugye győzelmi bejelentésként azt mondja a kormány, hogy jövőre 4%-kal emeli a ráfordítást, ez éppen 1%-kal kevesebb reálértéken az infláció miatt az előzőnél. De nézzük meg nagyobb távlatban. 2003-ban még a nemzeti ösztermékeknek 8%-át fordították egészségügyi kiadásokra, ez 2019-ben már csak 4,5% volt, messze az európai átlag alatt. És akkor ennek ugye egyenes következménye, amiről sokat beszélünk, hogy sokan fordulnak a magánegészségügyhöz, mintha ugye ez lenne a cél, mintha az állam teljesen ki akarna vonulni már az egészségügyből, ami persze lehetetlen. Ezért aztán 24-ben már várhatóan 1200-1300 milliárdot költ majd a magyar lakosság magánellátásra. Ez évente körülbelül fejenként 200.000 forintot jelent, hogy ennyit csak a magánellátásra fogunk költeni. És hát utána a másik szám, amiről az elmúlt 7 óta beszélünk, hogy a magyar kórházaknak az adóssága hogy növekedett. Május végére már 75 milliárd volt, ezzel elérte most júliusra 100 milliárdot. Egy hónap alatt 13-14 milliárddal nő a kórházaknak az adóssága, nem fizeti ki a beszállítókat, akik most már nagyon nagy bajban vannak, hogy hogyan fognak tovább működni. Tehát egészségügy, állami egészségügyi ellátás, magánegészségügy, hogy áll ez a kettő, ez piac vagy szabályozott piac, vagy torzított piac, erről fogunk ma beszélgetni. Első vendégem Kökény Mihály, volt egészségügyi miniszter, az egészségügyi világszervezet szakértője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó számokat mondtam, gondolom nem ismeretlenek ezek a számok. Az első akkor, hogy ebből azt következik, hogy ez egy normális dolog, szép, csendesen piacgazdaságban élünk, vegyük tudomásul, hogy a lakosság egy része, amelyik valamennyire megteheti, ha már az egészségügyi ellátás állami részével vagy nem elégedett, vagy az hiányos, menjen a magánegészségügybe. Hogyan áll a kettő együtt? Mi a mérleg? Egy normális, egészséges dolog, vagy pedig kezd torzulni? Rendkívül torznak tartom, és még a számokat is lehet egy picit pontosítani, és azért, hogy valóban a nemzetközileg elfogadott statisztikát idézzük, igaz, hogy ezek hát bizonyos csúszással állnak rendelkezésre ezek a számok az Eurostatnál, az OECD-nél, tehát a nemzetközi szervezeteknél, de azt tudom mondani, hogy nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy jelenleg körülbelül a GDP 6%-át, tehát a bruttó hazai össztermék 6-6,5%-át fordítjuk egészségügyre. Igen ám, de ez összkiadás. Ebben benne van a közkiadás, és benne van a magánkiadás. Így van. Tehát amit mi zsebből fizetünk, és majd erre érdemes rátérni, hogy ez az egyik legnagyobb probléma, hogy zsebből fizetjük, mert a magánbiztosítás, az egészségpénztári rendszer az rendkívül fejletlen, illetve elindult valami sokféle kedvezménnyel, de akkor, amikor az Orbán kormány enstaldott a magánnyugdíjpénztárakat, akkor az emberek nagy részének elment a kedve az egészség célú előtakarékosságtól. Vannak persze még működő egészségpénztárak, de arányaiban ezek nagyon hát kevéssé vesznek részt a magánkiadásoknak a finanszírozásában. Az emberek úgy gondolják, hogy megvan az a veszély, hogy bármikor a kormány lenyúlhatja ezeket a pénzeket. Tehát önkéntesen kevésbé vállalják, hogy magánegészségügyi szerződést kössenek. Tehát ha szükséges, akkor sajnos zsebből fizetnek készpénz vagy bankkártyá. Bocsánat, tegyük hozzá, hogy az állami alkalmazottak körében munkahelyi plusz nagyon minimális, nagyon minimális, hogy a cég befizet az illető munkavállalójának, mondjuk egy OTP egészségszámlára, és akkor rendelkezik 1-200 ezer forinttal, ha bajba kerül. Hát nagyon kevés. Ez nem jellemző.
fanuszok egyre inkább elolvadtak, tehát ez ma már nem jellemző, azt tudom mondani, de vissza a számokhoz, tehát ha azt mondom, hogy 6-6,5% az össz, akkor a közkiadás ebből olyan 4-4,5%-ra becsülhető, és ez a tendencia, ez romlik. Attól is függ persze, hogy mennyivel növekszik a gazdaság, de akárhogy is nézzük, az egészségügy az mindenképpen a vesztes oldalon van. Hát az egy borzasztó dolog, és ilyen talán alig van az Európai Unióban. Egy-két országban, talán Lettországban, Bulgáriában még rosszabb a helyzet. Az Unióban lehet, hogy még Ciprust is említhetném, de ezek mind külön érdekes történetek, most nem érdemes belemenni. Azt mondanám durván, hogy Magyarországon összes egészségügyi kiadás 1/3-át az emberek magánzsebből fizetik, az uniós átlag az 20% alatt van. Tehát ez egy iszonyú pénz. Benne van ebben a gyógyszer? Benne van a gyógyszer. Tehát azt mondanám... Mert azért a magyar lakosság nagyon nagy gyógyszerfogyasztó. Nagy gyógyszerfogyasztó, és a különböző társadalombiztosítási és egyéb támogatások Európai Unióban sokkal jobban finanszírozzák meg a gyógyszerkiadásokat. Magyarországon azt tudom mondani, hogy a gyógyszerpiacot olyan teljes egészében bőven több mint 1000 milliárdnak feltételezve, akkor hát ennek több mint 50%-át a lakosság fizeti ki, tehát eszméletlen pénzeket. Ez nagyon magas. Tehát most arány. Ha visszamegyünk oda, hogy akkor abszolút számokban mennyit fizet a lakosság. Tehát mondjuk jövő évben 3200 milliárd körül lesz az államnak a részvállalása, tehát amit gyógyszertámogatásra, az egészségügy működésére, gyógyászati segédeszközre kifizet, a lakosság kifizet, tehát a 3200 mellett még 1000 ezen felül 1400 milliárdot, de ebből olyan 600 milliárd a gyógyszer. Aha. 600 milliárdra becsülhető, ugye ez elég nehezen mérhető összességében. Vannak kutatások, vannak mérlegbeszámolók, sok mindenből lehet számolgatni, de durván 600 milliárdot a magánegészségügyi szolgáltatásokra, és ez évről évre dinamikusan nő, és a resztli, tehát ami még marad, az elmegy az ilyen gyógyászati segédeszköz, ápolás, és még néhány dolog, tehát ezek egy jó része persze becslés, körülbelül most a 2024-es várható tendenciát mondhatom, mert már van egy 2024-es elfogadott költségvetés. Igen, tehát azt idéztem az elején. A közkiadásoknak a mértékét, abból idéztem ezt a 3200 milliárdot, ami hát nagyon-nagyon kevés, különösen GDP arányosan, de mondjuk még valamit, hogy a politika hogy viszonyul ehhez. Kérem szépen, az Európai Unió országaiban az államháztartás kiadásainak 15%-át fordítják átlagosan, ez az uniós átlag, egészségügyre. 15. Magyarországon ez hivatalos OECD statisztika, ez nem éri el a 10%-ot. Uh-huh. Tehát 9-valamennyi, és ezzel ott kullogunk a sor végén. És ez nagyon világosan mutatja, hogy milyen a hatalmon levő erőknek a prioritás képzése. Egy dolgot, több mindent nem értek, de egy dolgot nem értek. Oké, a magánellátás azért szépen alakult Magyarországon, és ez lehet egy egyensúly a piacon, hogy az állami egészségügyi szolgáltatás mellett a magán gyógyászat mit tud elvállalni. Most már ott is vannak egyébként várólisták, mert akkor hát a teher ezt mondta. Ez így van. De az okos állam az ezekkel a magánszolgáltatókkal köthetne szerződést, hogy hát finanszírozom én TB alapon, ne az állami kórházat terheljük ilyen műtéttel olyan, hogy végezzék el a magánban, és mondjuk egy részét finanszírozzák. És akkor kevesebbe kerül a betegnek, a magánkórház megkapja a pénzét, egy részét állami TB alapon, másik részét pedig a betegtől. Ez egy normális rendszer lenne. Ez így van, ez abszolút normális. Ugye és akkor még erre rájöhetne a magán betegbiztosítás is. Hát még sok minden rájöhetne, ami Magyarországon nincs. De miért nem ez nincs. Van? Hát ez mindenkinek Magyarországon, jó. Ugye a hatalmon levő kormány, azt mondanám, hogy talán egy kicsit ideológiai alapon, azt mondja,
hogy a magánegészségügy az valami borzasztó, rossz, gonosz dolog. Ugye emlékszünk még a 2007-es népszavazásra, arra az időszakra, amikor ugyanaz még a többbiztosítós rendszer ellen szólt, de tulajdonképpen ilyen magántőke ellenes retorikával igyekezett a Fidesz még több támogatást szerezni, ugye ezt a népszavazást meg is nyerte. Hát emlékszünk igen. rá, elég durván része volt a 2010-es váltásnak ennek ebben hát az nagyon nagy abszolút. Része volt. Nagyon így nagy van, része ezt volt. Pontosan tudjuk, hogy ez hogy zajlott, úgynevezett szociális népszavazás. Hihetetlen demagógia. És valahogy ugye akkor ez úgy megrekedt ebben, hogy a magánegészségügyet azt nagyon mereven el kell választani az állami egészségügye, ami magán, abból igyekszünk nem finanszírozni. Persze finanszíroztak, mert korábbi időszakban volt ilyen finanszírozás, és most is van még, de az állam lépésről lépésre igyekszik ezt leválasztani, ugye államosították a meddőség klinikákat, hát lássuk be, hogy hova megy a szerencsétlen magyar ember, többnyire Csehországban, igen, meg Szlovákiában, ahol hát ugye meg kell piaci áron ezt vásárolni. Igen. Ugye a napirenden van a laborszolgáltatásoknak az államosítása, igen. Már bejelentették a képalkotó diagnosztikai szolgáltatásoknak, sőt törvényt hoztak rá, érdekes módon ezt majd csak másfél év múlva akarják megcsinálni, gondolom az önkormányzati választások után, de mindenképpen van egy ilyen tendencia, hogy ami ugye közfinanszírozás, vagy amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NEAK rövid, azelőtt OEP-nek hívták finanszírozni, de ez már réges-rég nem társadalombiztosítás, egy állami kifizetőhely, ez ugye csak ugye köz tulajdonban levő szolgáltatót finanszírozzon. Igaz, persze, hogy belerakták, hogy ellátási érdekből lehet kivételt tenni, tehát ugye, és ez a másik dolog, hogy miközben nem engedik, vagy egyre jobban szűkítik a magánszolgáltatóknak a finanszírozását, a másik oldalon ugye azért vannak a kormányközeli vállalkozásoknak komoly érdekeltségeik az egészségügyben, ott viszont azért többé-kevésbé igyekeznek kivételt tenni, ezeket minden megengedik. Szentnek maga felé hajlik így van, a keze, tehát ugye egyre van. Inkább látják, hogy ez egy üzlet, miközben hivatalos. Az egészségügy nem üzlet. Még emlékszünk egy korábbi miniszter kollégámnak a szlogenjére, az egészségügy nem üzlet, az egészség nem üzlet, holott hát ez így sosem volt igaz, csak hát rendet kéne ebbe teremteni. Igen, átlátható, kiszámítható minőségi kritériumok alapján meghatározni azt, hogy mi az, amit a szolgáltatásoknak nyújtani kell, és aki ezt nyújtja, ott meg az független attól, hogy állami vagy magánszolgáltató nyújtja, miért nem finanszírozza a társadalombiztosítását? Hát finanszírozza, ez a kérdés, és ez az Európa boldogabb felén így van. Igen. De és hát nálunk ez sajnos nem így van. Visszatérek ahhoz a gondolatához Kökény Mihálynak, hogy persze, hogy üzlet az egészségügy, de milyen jó lenne, ha üzlet lenne, mert akkor logika lenne benne, nem ideológia, nem pedig diszkrimináció, nem pedig különbségtétel az én kutyám kölyke és a másik között, hanem átlátható viszonyok lennének. Ehhez nyilvánvaló, hogy megvannak a feltételek, beszéljünk a továbbiakban egy kicsit a közgazdasági összefüggéseiről. Második vendégem, Bodrogi József, egészségügyi közgazdász, üdvözlöm a stúdióban ismét, nemrég volt itt. Jó napot kívánok, hasonló kérdésekről, beszélgettünk. Szóval azt mondtam, hogy tisztán üzlet lenne, akkor átlátható lenne a dolog. Egy üzletben tudjuk, hogy az állam hogy vállal a szerepet, ennyit finanszírozok, a többit intézzetek el piaci alapon. Így kéne működni, nem? Valószínűleg így kéne működnie. Na de a Fidesz is ezt mondja, azt mondja, hogy én finanszírozok egy adott alapellátást, a többi menjen magán. Ezt a részét én nem tudom, hogy a Fidesz mit gondol. Én arra szeretnék inkább reflektálni, a vezetőben elhangzott, hogy tehát az, hogy egy ország piaci alapon szervezze meg az ellátását, a gazdaságnak a működését, az óhatatlan maga után vonta azt, hogy az eredetileg közfinanszírozott egészségügyben a magánellátás is megjelenik. Ez egy olyan folyamat, amit nem lehet megakadályozni, nem lehet azt mondani, nem lehet diszpreferálni egy területet, vagy szankcionálni egy területet. Tehát ez egy látható folyamat volt. Az államnak itt nyilván van komoly felelőssége,
mert a minőséget, a pályára való belépést, egyáltalán szabályozó funkciót az államnak így gyakorolnia kellene mindenféleképpen ezen a területen. Ezt most hogy értsük, hogy akkor az államiban megjelenik a magán? Tehát az, hogy, hogy nem mereven csak állami tulajdonban lévő állami alkalmazottakkal működő egészségügyi intézményt finanszíroz az állam, hanem beengedi oda a magánszolgáltatót, és megegyezik a különböző finanszírozási közös érdekekben, nem? Ez az. Igen, a felvezetőben elhangzott, hogy tehát a magánt megakadályozni nem lehet semmi körülmények között. Szükség van rá. Az OECD országon belül egyébként a magán ellátásnak a súlya az 8-14% között szoródik. Mm-hmm. Ez döntően kiegészítő egészségbiztosításokat jelent. Majd erre is kitérhetünk esetleg, ez Magyarországon hogy alakul. Ami szerintem az államnak egy fontos feladata lenne, hogy a köz meg a magán együttműködését valamilyen módon szabályozza. Ausztriában, Németországban, ahol erre van példa, mert végül is, hogyha egy magánellátó egy biztosítottnak vagy bárkinek nyújt ellátást, ezzel termentesíti a közszférát, és ezt a közszféra megtakarító ebben az értelemben. Most ezt Ausztriában, Németországban úgy oldják meg, hogy jellemzően a magánszolgáltató az állami finanszes tételnek a 70%-át megkapja, és 30% ami az államnak végül is nyereség ebben az értelemben, mert a biztosított megkapja az ellátást, és az állam mégis kicsit jól jár. Tehát ez nagyon logikus, amit most mondott. Hát, köszönöm az elismerését, ez így működik. Magyarországon ezek a nagyon finom rendszerek, ezeknek a működése, ezeknek a szabályozási technikája, azt gondolom 30 év alatt még nem nagyon alakulhatott ki, remélhetően egy pár év alatt ki fog alakulni ez a szabályozás, ez a finom hangolás, tehát a köz és a magán együttműködése meg fog valósulni. És hogy a hallgatókat segítsük orientálni abban, hogy a magán körülbelül mit jelent konkrétan. A 25 legnagyobb magánszolgáltatónak a tavalyi mérleg beszámolóban nyújtott mérleg főösszege, az árbevétele, az 130 milliárd forint volt. Ez egy jelentős összeg. A dinamikája érdekes, mert 3 évvel ezelőtt ez ennek a fele volt. Tehát nagyon gyorsan magának a növekedése. És van a magánellátásnak egy olyan része, az úgynevezett lakásrendelőkben történő ellátás, amiről viszonylag valid számok alapján kevés információnk van, hát hogy a mérleg beszámolókat komolyban tudjuk venni. Tehát az, hogy ennek a magánszektor által nyújtott ellátásnak a nagysága ilyen 5-600 milliárd forint körül lehet, miniszter úr egyetértek ezzel, ez körülbelül ez a nagyságrend lehet körülbelül. És azzal is egyetértek, hogy a másik komoly tétel, az a gyógyszerkiadás, az gyakorlatilag a magyar gyógyszerpiac az a tavalyi évben 900 milliárd forint volt, ennek a támogatott része 600 milliárd, a 300 milliárd forintot a lakosság fizeti egy az egyben, a fönnmaradó 600 mögött az átlagos támogatási kulcs 50%-os. Tehát ha innen nézem, akkor a 600 milliárd forintos magánkiadás az teljes mértékben valid szám. Tehát nagyjából, hogyha a lakossági magánkiadásokat akarjuk összefésülgetni, akkor ez a nagyságrend látható. Most amire még talán valamilyen gondolatot illene fecsérelni, vagy néhány másodpercet tenni, az, hogy hogyan áll a kiegészítő egészségbiztosításnak a helyzete Magyarországon. Ugye ez két ágon fut, egyrészt van az egészségpénztári mechanizmus, amelyben a vállalatok szerepet vállalhatnak. Az elmúlt évben ez kb. 60 milliárd forint volt. Hát ez nagyon ellenyésző. Ez hogyha a miniszter úr által jelzett természetben ellátáshoz viszonyítjuk, ez a durván 3200 milliárd forinthoz az alacsony, és a kiegészítő egészségbiztosítás mértéke nincs meg még a 22-es szám, a 21-es megvan, az 25 milliárd forint volt. Tehát az azt jelenti, hogy a magán finanszíros oldalról az még nincs olyan súlya jelen, mint ami a nyugat-európai országban jelen van. Igen, ez talán érdemes annyit hozzátenni. Bodrogi József jól idézte a német-osztrák példákat, de hogy ne menjünk olyan nagyon messze, és nézzünk egy olyan országot, ahol persze sok baj van az egészségügyben, de pontosan ez a kiegészítő biztosítási rendszer jól működik. Ez Szlovénia. Igen. Szlovéniában körülbelül a magánkiadások összességében 20% alatt vannak, 20% alatt vannak, ugye beszéltünk, hogy Magyarországon 30-30, de durván maradjunk abban, ugye egy harmad, de ennek a 20%-nak a felét a különböző kiegészítő biztosítási vagy egészségpénztári konstrukciók
előre, hát ugye meg lehet oldani, tehát nem terheli a beteg pénztárcáját, ez annyira, ezzel nem akarom üdvözíteni a szlovén egészségügyet, ott is van. De ez a finanszírozásban, probléma, ez, de ez a finanszírozásban ez példamutató, hogy ők hogy indultak el ebben. Igen. Na most ez mi ennek az akadálya? Ön is miniszter volt, mégpedig kétszer is, tehát akkor önnek is volt befolyása arra, hogy a hogy a biztosítási rendszer is korszerűsödjön. Miért nem megy? Hát iszonyú politikai ellenállás volt. Tényleg? Van saját oldalon is, meg egyébként is. Szóval az egészségügy az valahol mindig a politikai csatározások tárgya volt itt az elmúlt 30 évben, és akárhogy is az ember próbálkozott, hogy vonjuk át ki a napi politikai csatározásokban az lehet. Emberi egészség kérdését, ez csak átmenetileg és időre lehetett egy-egy téma kapcsán. Mondok egy példát, és ez bármennyire furcsa. Egy nagyon ígéretes dolog indult el a 98-99-ben, ami nem volt hibátlan, de valamit mutatott előre, ezt úgy hívták, hogy irányított betegellátási rendszer. Ez az irányított betegellátási rendszer arról szólt, hogy gyakorlatilag a házi orvosi közösségek, ugye mindenki, aki érdekelt volt a kórházon kívüli ellátásba, azok egy csoportban, egy szervezővel igyekeztek valahogyan megoldani azt, hogy minél inkább az adott közösségben ellássák befejezett módon a beteget, amennyit tudtak, és tényleg csak a legszükségesebb esetben utalták mind őket tovább kórházba. Hát persze ebben benne volt megelőzés, minden, nem akarom ezt most hosszúra nyújtani, csak azt akarom mondani, hogy ez a rendszer ugye eredményezett megtakarításokat, amelyeket az egészségbiztosítás egy elvi számlán nyilván tartott, és arra a térségre eső megtakarítást az a közösség az megkapta, és elkölthette bérre, beszerzésekre, és így tovább. Ez így működött, gyakorlatilag fénykorában közel 2 millió magyar lakos már irányított betegellátási rendszerbe kapott ellátást, aztán a kórházlobbi, politikai érdekek, mindenféle ezt megölték úgy, ahogy van. De ezt csak azért említem, mert annak idején, 97-98-ban az a nagyon kevés olyan téma volt a Magyar Országgyűlésben, ahol az akkor hatalmon levő, akkor is a Fidesz volt hatalmon, még együtt a Kisgazdákban, igen, ez utána volt akkor 99-ben, mondjuk, az akkori Fidesz, és az akkori legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsapatja nem közösen, de egy azonos szövegű törvényjavaslatot nyújtott be a Magyar Országgyűlésnek, amit aztán egyesítettek, és az országgyűlés ilyen témában szokatlan módon több mint 90%-os többséggel elfogadta. Aha. Na, ritka ilyen nagyon pillanat. Kevés volt, ritka pillanat, ugye ez is egy ilyen egészségpolitikai történethez hozzátartozik. Ez csak azért érdemes elmondani, hogy valóban igen, a politika ennek soha nem kedvezett, és ugyan készültek különböző törvényjavaslatok, még az én időmben is, a köz- és magán viszonyának a rendezésére. Még a Fidesz oldalon is volt olyan politikus, ezt nagyon pártolta, most hadd ne mondjunk neveket, de tulajdonképpen bizonyos pontokon még volt is egyesség, de még azt is majdnem mondani, hogy nem feltétlen a politikai határok mentén. Hát igen, itt szakmai lobbik vannak egymással szemben, olykor, nem ellenezték. Tény az, hogy azt az Alkotmánybíróság kidobta a már elfogadott törvényt, nem volt bátorság az újrafogalmazáshoz, és így tovább igen. Akkor. Szóval, Boldogi. Nem láthatták a hallgatók, hogy én tréfásan megintettem a műsornak a vezetőjét. Igen, valami kidobtam egy poént. Ugyanis adás előtt arról beszéltünk, hogy én készültem egy poénnal, egy geggel. Tehát 90 óta az egészségügyi operatív vezetőinek a száma az 20 volt. Ezek közül egy volt, aki ismételt kétszer, ez az itt ülő miniszter úr, és egyébként nem a témához kapcsolódó, de a hagyományainknak ki kéne alakítani azt a rendszert is, hogy
aki egyszer miniszter volt Magyarországon, nyugat-európai demokratikus hagyományok megfelelően azt mindig miniszternek szólítják. Úgyhogy én az adásban eltekintek attól, hogy miniszter urat másképp szólítsam. Mert ő volt egyetlen, aki ismételt, és ez azt jelenti egyébként, hogy 1,6 évet volt hivatalban az aktuális egészségügyi operatív vezető. És ha valaki, akkor a miniszter úr tudja, hogy milyen politikai, pénzpolitikai, makrogazdasági, költségvetési korlátok között kell egyensúlyozni az egészségügyi vezetőnek. Tehát abban az értelemben én megértő vagyok az egészségügyi vezetőkkel, mert kevésbé merem azt gondolni, hogy akár Súrjai László, vagy akár te miniszter úr, a hivatali idő alatt nem akarta a rendszert jobbítani. De hogy milyen lehetőségek vannak, az észben program, meg mozgástérnek a kérdése. Tehát ez egy picit a konkrét adásunknak a témájától elvívő gondolat volt. De ha már azért itt tartunk, egy megjegyzést ide hadd tegyek, ami egy kicsit aktualizálja mindannak az igazságát, amit Bodrogi kollégám itt elmondott az előbb. Jelesül azt, hogy ma ugye nincs önálló egészségügyi tárca, nem. Már 13 éve nincs, de nincs az meg már példátlan nincs. Az Európai Unióban, hogy ez egy rendészeti minisztérium. De talán azért, amit most Bodrogi József mondott. Így van, talán és azért, a rendészeti mert, minisztériumnak egészen más szempontjai vannak, fegyelem, rend, azt akarta elérni, na most én nagyon naív vagyok, de azt fogom mondani, hogy nyilván a Fidesz pont arra reagálva, amit Bodrogi úr mondott, elég volt a lobbik háborújából, hogy ezek határozzák meg, majd jön egy erős ember, és megakadályozza is. Átviszi a döntéseket. Csak azt, éppen azt látjuk, hogy... Azt, hogy az erős ember mit visz át, mit nem, azt én nem tudom. Én napi folyamatoknak nem vagyok részese. Én eredményt látok, meg jogszabályokat látok, és azok egy részével egyetértek, más részével nem értek egyet. De maradjunk is itt, mert én ezt én fontos dolgot tartom. Tehát nem feltételezem, hogy ez a kormány mindenben gonosz lenne. Egyáltalán. Ő nem nagyon veszi figyelembe különböző szakembereknek és csoportoknak a véleményét, döntés, végrehajt, aztán ha vagy korrigál, vagy nem. De azt mondta, hogy elég volt a hálópénzből. 25 éven keresztül ment a nyavajgás, hogy be lett megszüntette. Tiszta helyzet. Az a 25 év egyébként az 70. Hát igen, bocsánat, az a szocializmus időszakában alakult ki. Dédnagymama korban van már. Jó, de hát én csak a rendszerváltás. Az a fajta megállapodás, ami a orvosi kamara és a kormány között létrejött a orvosi béremelés kapcsán, az tartalmazott egy az emelés ütemezésén és módján túl, a módjára esetleg visszatérhetünk, mert jobban is konszenzus lesz közöttünk. Volt egy olyan kiegészítő klauzula, hogy a hálapénz adása és elfogadása az büntetendő. Igen. Tehát, hogyha a béremelés hozadékaként el tudjuk azt érni, hogy azt a kísérő jelenséget, amit nem nagyon szívesen láttunk, meg tapasztaltunk, meg se elemzőként, se érintettként, hogyha ez kikör a rendszerbe, az támogatandó. A hogyan járól, arról lehetne beszélni. Arról lehet, de azért annyit hadd tegyünk hozzá, ez valóban igaz, és az orvosi kamara jelenlegi vezetése ezt régóta zászlóján tartja, tehát ez így, ilyen szempontból rendben van. Én azért inkább abban látom a problémát, és annak idején a második miniszterségem során tettem kísérleteket arra, hogy valamit tegyünk a hálapénz ellen. Ebben akkor nem nagyon volt partner. Többek között a büntetőjogi felelősségre vonás ügyében konzultáltam a akkori legfőbb ügyésszel, aki megegyezik a jelenlegi legfőbb ügyésszel, és ő kerekperec elutasította azt akkor, hogy bármit ilyenbe tegyen. Ő azt mondta, ez egy legális dolog. 2004-et írunk. Azt mondta Polt Péter, azt mondta, a hálapénzre, hogy igen, ez egy legális dolog. Így van, megvan a levele, amiben azt írta, hogy igen, hát az akkori törvények szerint. Tehát ő ebben nem volt partner, de ezt azért idézem fel, mert akkor ugye mi tettünk, hát utólag azt mondanám, kicsit bágyat kísérleteket, de mégis előremutató kísérleteket arra, hogy azért az, hogy a hálapénzt azt fontosnak, szükségesnek tartja a beteg, az nem csak attól függ, hogy tiltják-e, büntetőjogilag felelősségre vonható az orvos, és az is, aki adja, mert vesztegetésnek minősül, hanem azért attól is függ, hogy milyen a betegnek a tájékozottsága, hogy tisztában van-e azzal, hogy ő mi illeti meg az egészségügybe, ebbe a fekete dobozba, hogy kap-e arról információt, hogy adott kórházban különböző beavatkozásokat milyen sikerrel végeznek el, milyen a szövődmények aránya, hozzáfér-e betegbiztonsági adatokhoz, fertőzési arányokhoz, és így hát tovább. Semmi tehát milyen nem a, fél hát nem fér, hát ezt semmi akarom mondani. Nem fél tehát hozzá. A tájékozott beteg azért
egy fontos tényezője annak, hogy ő átlássa, hogy akkor valóban kell nekem ezért még külön fizetni azon túl, amit befizetek a társadalombiztosításnak a kasszájába? Ehhez tájékozódsz és felkészült betegre van szükség, amit azért nem lehet tömegesen elvárni, nyilvánvaló. Tehát az ember éppen azt a kiszolgáltatottságot érte meg, hogy bemegy egy kórházba, azt se tudja, mit csinálnak sokszor vele. Most már ugye aláíratják a papírt, amit el lehet olvasni, hogy mi fog történni, meg megkaptuk a számlát, hogy mennyibe került a kezelésünk, meg stb. Tehát volt már valami kísérlet erre, akkor most már ilyen, ez sincsen az élet a világon. De visszatérve, az mégiscsak egy tisztább helyzet, hogy TB van, és ezért egészségügyi ellátást kapok valamennyit, pluszban megyek a magánra, és zsebből fizetem. Ehhez jól jönne a kiegészítő egészségügyi biztosítási rendszer, ami nincs Magyarországon egyelőre, de alapvetően tisztult a helyzet. Csak éppen van egy negatív hatása, amiről beszéltünk, hogy az orvosok nem érdekeltek abban, hogy serénykedjenek a beteg körül, hogy még több műtétet elvégezzenek, hanem azt mondják, hogy megkapom az emelt fizetésem, ami most már millió fölött van, és legalább nem kell küzdenem, és amilyen jó fizető betegem van, azt meg átküldöm a magához. Visszatérve a béremelés, egészségügyi béremelésnek a nagyon összetett, bonyolult kérdésére, az elmúlt 20 évben az orvosok béremelésének két komoly szakasza volt 2002-ben egy 50%-os béremelés, és 2010 után volt egy folyamatos béremelési elgondolás, aminek eredményeképpen ennek a végső pontja volt a kamarával kötött megállapodás. Az orvosi alapbérek 10-höz képest 5,5-szereződtek. Igen. Mellé sokszor elhangzik a szakdolgozói nővérbéremelés kérdése is. Nagy feszültség támadt a szakmában, mert az orvosok megkapták. Ugyanez a helyzet, mint az orvosoknál, hogy 2002-ben ők is megkapták az 50%-os béremelést. Igen. Viszonylag kevés se tudja a közvélem, hogy 19 és 22 között volt egy 72%-os nővér szakdolgozói béremelés, és a most július 18% az azért ezt a helyzetet kezeli valamilyen szinten. Aha. A nővérek, akik szakdolgozók fontos elemei az egészségügyi rendszerünknek, őknek a szubjektív érzetük lehet rossz egy kicsikét, lévén az orvosok jelentősebb emelést kaptak, mint amit ők. És visszatérve még egy gondolathoz, ami korábban elhangzott, legalábbis érintőleg, nevetesen a béremelésnek egy negatív része bizonyosan megemlíthető, nevetesen az, hogy gyakorlatilag egy paraméter határozza meg az orvosnak a bérezését, hogy hány éve végzett az egyetemen. És formál logikailag feltételezhető, hogy 2-20 éves gyakorlattal rendelkező orvosnak nem egyforma a teljesítmény. Nagyon igen, hogy ez a rendszer, teljesítmény mérve. Ez a rendszer ezt nem hagyta nyitva, és ezáltal az előbb jelzett orvosi esetleges munka visszatartás, ami lecsapódhat várólistáknak a növekedésébe, ez jelen lehet a rendszerben. És akkor a hálapénz kapcsán még egy fontos momentumot megemlítenék, mert a béremelés és hálapénz kapcsolata jogilag úgy tűnik rendeződött, viszont az a rész nem rendeződött, hogy a hálapénznek volt egy nagyon komoly keresletlevezető szerepe. Ez érdekelté tette az orvosokat, még ha féllegálisan is, hogy odaforduló, odakerülő betegeknek az ellátását megoldja. Tehát, hogyha valaki olyan csacsiságokkal foglalkozna, mint én, hogy megnézi, hogy milyen várólisták, hogy alakulnak, akkor ebben a hálapénz kikerülése az bizonyosan szerepet játszik. Hogy egyre nagyobb, kevesebbet vállal az orvos magyarul. Részben. Nem érdekelt, hogy még több beteget lásson el, mert így is úgy is megkapja az emelt pénzét. Szóval iszonyú várólisták vannak, és ha én tárcavezető lennék most, mint ahogy nem vagyok, és hát nem leszek egészen. Így van. Nem kell aggódni, nem kívánok visszatérni. Meg számosok miatt ezt már nem is tartom aktuálisnak. Viszont két dolgot biztosan kellene rövid távon is csinálni. Ugye beszéltünk az iszonyú, esetenként több éves várólistáról. Igen. Tehát ugye miért nem? Ha még akkor is, hogyha itt gondok vannak és szabályozatlanságok a magánszolgáltatók bevonásával, ami szerintem fontos lenne intézményesen, rendszerszerűen, de legalább ott, ahol szörnyű várólisták vannak, akkor kérem szépen, egy, miért nem köt a társadalombiztosítás a NEAC szerződést a megfelelő magánszolgáltatóval, ahol
ahol megvan a felkészültség, ahol megvannak a megfelelő minőségi kritériumok, és azt teljesítik, akkor kérem szépen vegyenek részt a várólistáknak a csökkentésében. Tehát ezt én egy nagyon fontos lépésnek tartom, és ez számos egészségpolitikus, egészségügyi közgazdás sürgeti már. Van a magánegészségügynek olyan kapacitása, hogy ezt felvegye? Van, egy csomó területen van. Hát ahol tessék csak végig gondolni, hogy például szürkehályog műtétre hányan állnak sorban ma Magyarországon. És ezt a magánszolgáltatás egy napos ellátás keretében meg lehet oldani. De ott vannak az ortopédiai műtétek. Csípőprotézis és társai, ott hatalmas várólisták vannak. Várólisták vannak. Tehát igenis vegyen részt, de még a diagnosztikus szolgáltatásokba is jobban be lehetne vonni a társadalom biztosítás. Most is van, bár el akarják venni, de a nagyértékű diagnosztikai eszközök jelentős része magántulajdonban van. Ott még van egyfajta együttműködés, nagyon helyesen van, ezt ugye most ki akarják írtani, ki akarják vonni a rendszerből, nagy butaság szerintem, beláthatatlan következményei lehetnek ennek, tehát ez az egyik, amit én mindenképpen is nagyon gyorsan megtennék, nem is igényelne borzasztó sok gondot egy ilyen szabályozásnak az előkészítése, tehát ez az egyik, amit én nagyon, a másik dolog, amit megengednék, még egy közkórházon belül is volt ilyen kísérlet vidéken, talán Veszprémbe kórházba, hogy kérem szépen, megengedném azt, hogy ha a beteg nem az eljárási rend szerint felszabaduló vagy kijelölt orvos választja, akkor azért valamennyit fizessen a kórháznak, tehát a kórházon belüli orvosválasztásért legyen erre lehetőség, ami egy kicsit gerjesztené a teljesítményt ilyen szempontból, és egyiket sem bonyolult szerintem, és akkor ugye az orvos természetesen megfelelően adózott többleti juttatáshoz jutna ennek révén. Egyik megoldás sem bonyolult kivitelezni, de hát én úgy látom, hogy itten ideológiai okai vannak, hogy a kormány ebben ellenáll. Még a várólisták megnövekedésének egy objektív oka mindenféleképpen van, nevetesen a Covid alatt az aktív ellátás az több mint felére csökkent vissza, 40%-ára. Ebből kifolyólag a fertőzések ok miatt ez részben érthető volt, hogy mikor tudja az egészségrendszerünk dolgozni ezt a várólista részt, az egy komoly gond. Kezelhető technikaként jelentkezik az, hogy a magánszolgáltatókat bevonják, de tavaly volt egy ígéretes kísérlet arra, hogy bizonyos sebészeti szakmákban a kórházak kaptak 12 milliárd forint többletkapacitást, amit várólista ledolgozásra használtak. Tehát végül is van szándék erre. Nyilvánvalóan, mert... Hát, hogy van elég pénz? Mert ugye ezen múlik, hogyha... Hol függ, hogy ez a kormány hol húzza meg a prioritást. A kórházaknál az úgynevezett teljesítmény, volumen, micsoda? Korlát, igen. Korlátot, avval, mint Gauss-görbével tud játszani, engedjen nagyobb költést, és akkor több műtét lehet. Hát magyarul ki világos. Kell engedni a finanszírozási fékeket, ezt mondja a nyelven. Ha itt lenne az a kollégánk, aki kitalált ezt a technikát, akkor nem tudom, boldog lenne, vagy nem. Kiváló egészségügyi közgazdász kollégám. Gyakorlatilag, tehát a várólista környékén nyilván valamit tenni kell. Ennek van finanszírozás oka, meg van az előbb említett olyan oka, hogy eléggé kritikus méreteket kezd ölteni a kórházi adósság. Hát itt az elején mondtam, hogy most az a rémisztő adat jött május után, hogy havonta 14 milliárddal. Igen, jelentősen emelkedik. Annyira nem tudnak fizetni a kórházak a beszállítóknak, hogy holnap nem lesz fecskendő. Ezt, ha közelebbről megnézzük egy kicsit a számok szintjén, a béremelés kapcsán előállt az a helyzet, hogy rengeteg kórház esetében a kapott, megszerzett finanszírozásnak döntő részét, több mint 80%-át elviszi a bér. Ja. Ebből az következik, hogy a fönnmaradó rész, tehát egyszerhasználatos eszközök, az energiaköltség, a gyógyszer számára. Most azt tetszik mondani, hogy az orvosok béremelése a betegellátás kárára történt? Nem ezt szeretném mondani, nem. Azt akarom mondani, hogy aki a szolgáltást nyújtja döntően, a fekvőbetegellátást a kórházak nyújtják, a kórházi költségvetésen belül a béreknek a hányada rendkívüli módon megemelkedett. Mert a szakellátásra fordított összegek, amiben a
fekvő és járóbetegellátás van benne, azok még a egyébként is csak alig emelkedő egészségügyi költségvetésben is még hátrányosabb helyzetben voltak. Most meg lehet nézni, 23-ról 24-re a szakellátási kassa talán 1%-kal vagy még annyival sem fog növekedni. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy a bérre elmegy a pénz, és az úgynevezett dologi kiadásokra, amiben, ahogy itt hallottuk szerkesztő részéről, a fecskendőtől kezdve az ágyneműig és az energia minden benne van, és attól nem lesz jobb a helyzet, hogy akkor azt mondják, hogy ne pocsékoljanak a kórházak, majd központi beszerzés lesz az energiára, meg egy csomó minden másra. Hát amit központosítottak, sajnos a magyar egészségügyből azt mondanám, abból sok jó nem sült ki az elmúlt 13 évben. Az egy intakt kérdés, hogy a 11-ben államosított önkormányzati kórházak tevékenysége mit változott. Legjobb tudomásom szerint ilyen típusú elemzés még nem készült el. De hipotézisként... valami volt azért a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képzőjében készült valami, hipotézisként hogy mennyivel kevesebb pénzt kapnak. Hipotézisként meg tudnám fogalmazni azt, hogy nem biztos, hogy minden elemében ez pozitív kimeneteket mutatna. Nagyon-nagyon diplomatikusan megfogalmazni. Például nem sikerült megoldani azt, volt rálátásom, hogy a 102 aktív kórházunk milyen áron szerzi a gázt. 16 fél áron. Aha. Ezt például mi kellett volna kezelni, mert ez nem egy nagyon nagy dolog lett, de a közművekkel kapcsolatos kérdésokat a központi beszerzés kapcsán meg lehet volna oldani. Visszatérve tehát a kórházi adósságra és a kórházgazdálkodásnak a mikéntjére, van egy nagyon nagy adóssága az egészségpolitikának, meg az én szakmámnak is. Ugye a mi rendszerünkben az ellátások túlnyomó többségét teljesítmény alapon finanszírozzák. Hogyha az fekvőbeteg ellátás, akkor a kulcsszó a HBC-i homogén betegségcsoport alapján, a járóbeteg ellátás meg német pont alapján. Ez egy, amikor ezt kialakították... Ez mit jelent? Most nem menjünk bele túlságosan, mert az egy újabb adást igényelne. Jó. A lényeg az, hogyha ilyen kategóriákkal finanszírozok az egészségügyet, akkor elengedhetetlen szükség lenne arra, hogy a teljesítménynek a költség tartalmát rendszeresen monitorozzuk. A miniszter úr említette, hogy itt elég komoly bajok vannak. Utoljára, amikor megnézték, hogy az ellátás egységeinek, a HBC-nek, meg a német pontnak a költségtartalma hogy alakul, az 98-ban volt. Azóta ez toldozgatva, fordozgatva van ez a rendszer. Többek között a béremelés, az nem a HBC-ben, hem külön soron érkezik a szolgáltatóhoz. Mi ennek a rezüméje? Pazarló? Nem. Ennek az a rezüméje, hogyha egy ilyen rendszert kitaláltak eleink értelmesen, ez 93-ban történt egyébként, amikor átalakították a rendszerünknek egy csomó elemét. Igen. Ezt rendszeresen legalább 2 évente kellene követni, aha, hogy milyen változások van a rendszerben. Hogyha ez megtörténne, akkor a kórházi ellátás költségei a kórházban értéken finanszírozódnának. Ez a kórházvezetők által régóta várt dolog, és ez kapcsolódik vissza oda, hogy a kórházi adósság addig valószínűleg újra termelődik, amíg nem értéken finanszírozzák az egészségügyi ellátásokat. Tehát csomagokat finanszíroznak. Így van. Jól értem, ugye? Csomagokat. Beteg típus és csomag, és nem egyedi konkrét ellátás, konkrét költségeit. A járóbeteg ellátásban egyes beavatkozásokat, tehát külön van pontszáma, nem tudom én, az ultrahangvizsgálatnak, az EKG-nak, stb., és azt ugye összeadják. A fekvőbeteg ellátásban pedig bizonyos betegségcsoportokhoz tartozó különböző hát vizsgálatokat, műtéteket, gyógyszeres kezelést, és így tovább, de ez csak az aktív fettem, mert a krónikus, tehát a hosszú ápolás, az megint más, ott ápolási napok vannak. Mindegy, nem ez a lényeg, és abban van nagyon igaz a Bodrogi Józsefnek, hogy ennek elmaradt a folyamatos, rendes korrekciója. Ugye még az is nagy baj volt, egy kényszerpályán, hogy a Covid alatt vagy 2 évre visszatértek a régi, ugye tervgazdaságban megszokott bázisfinanszírozásra. Ennyit kapsz, és az akkor kész. Annyit kapsz, és kész. És hold meg akármilyen beteged van. Igen, akkor ez úgy átmenetileg enyhített a helyzeten, nem is keletkeztek akkor a adósságok, de most, hogy ezt újra kiengedték a korábbi rendszerhez korrekció nélkül, most ugye újra nagy a baj, ezért aztán lineárisan nő és villámgyorsan a kórházi adósság, és iszonyú bajok vannak ebből is.
ennek az egyik következmény, ami miatt ezek adósságok nőtek részben, ez az ok, ami objektívokként kezelhető. A másik, hogy a kórházak a megemelkedett rezsiszámláknak a fedezetét az államtól még nem kapták meg. Ugyanis van egy rezsivédelmi alap, ami a közszférát próbálja valamilyen szinten védeni, és várhatóan ide érkezik a szolgálatokhoz valamennyi pénz, ez nem fogja az adósságot eltörölni. Tehát jelen pillanatban van ez a kb. 75 milliárd forint, a 102 kórház által felhalmozott adósság. De már, négy... már... Már 100 körül van. De ez a májusi adat a 75. Igen. De ez nem tartalmazza a négy egyetemnek a kiadásait, ugyanis ők nem a államkincstár keretén belül finanszírozódnak, az pluszként jön mellé. Tehát a négy egyetem... Már a modell váltott egyet, már az orvosképzés folytató egyetem. Alapítvány működésben működő egyetemeknek ezeket a számait majd évvégén fogjuk látni, tehát vélelmezzük, hogy az adósság ez biztos 100 milliárd fölött van. Ez majd csökkenni fog ezzel az előbb említett rezsitranszferrel, de az azt jelenti, hogy a pénzügyminiszternek vagy a közös államtitkárnak főfájása lesz október tájt, mert ezeket az adósságot meg ki kell fizetni. Az egészségügy nem egy olcsóság. A világon minden állam küzd azért ezzel, hogy határt szabjon, mert ugye a kiadások azért is nőnek, hiszen folyamatosan új és új gyógyászati megoldások, gyógyítási metodikák, műszerek, készítmények érkeznek a piacra, és ezek drágák. Nekem múlvá tűnik, hogy Magyarországon az elmúlt időszakban nem volt baj a korszerű műszerek beszerzésével, mert az egy jó üzlet. Hol van akkor a szűk keresztmetszet a betegellátásban? Felszerelés van? Úgy tűnik, hogy megszűnt a röntgen, a CT hiány, stb. Jó, de ez jó részt éppen a magánszolgáltatók beruházásainak köszönhető, mert hiszen a nagyértékű diagnosztika, tehát magyarul a komputertomográfiás, a magnetorezonanciás és hasonló berendezések jelentős részét azt magánszolgáltatók finanszírozták az állami intézményekbe is, ma is még így ezt működnek. Ezt akarják most államosítani. Ezt akarják most államosítani, hogy az állam majd átveszi valamilyen áron ezeket. A hozzátartozó személyzettel csak kérdés az, hogy a magánszolgáltatónál levő személyzet valóban be akar-e lépni esetleg a félkatonai egészségügyi szolgáltatói jogviszonyba, attól tartok, hogy nem, vagy nagyon jelentős részük nem, ezt még nem tudjuk, hogy hogyan történik. Tehát a diagnosztika korszerűsítése az pontosan a magánszektor szerepvállalásának tudható be, ugyanezt mondhatnám a laboratóriumi diagnosztikáról is. Nem minden tekintetben, mert például járóbeteg szakrendelőkben az önkormányzatok addig, amíg volt pénz, akkor a 10-es években nagyon jelentős fejlesztéseket eszközöltek, sőt volt olyan időszak, amikor uniós források is erre elég jelentős mértékben rendelkezésre álltak, ugye ezek ugye az elmúlt években csökkentek le, illetve hát tűntek el igazán a fejlesztési lehetőségek közül, tehát igen, volt ilyen szempontból ennek egy felfelé ívelő szakasza, de ez nem a folyók költségvetésből történt nagy részt. Igen. Az egészségügyi kiadások növekedési trendjéhez, alakulásához egy-két adalék, ami a hallgatók orientációt talán segíti. Az egészségügyi kiadások a világon mindenhol, ahol van szervezett egészségügyi ellátás, mert mi evidenciának vesszük, hogy van, de a Föld egyharmadában nincs. Nincsen, azokat igen. Most vonjuk ki, ez nem az ő problémájuk. Igen. Tehát alapvetően két ok miatt, vagy két és fél ok miatt nőnek ezek a kiadások. Egyrészt az előbb említett technológiai költségek. Igen. Ezek közé nem csak a képalkotó diagnosztikát, labort említeném, hanem a gyógyszerek költségét is, mert az új gyógyszerek, azok esetenként több millió forintos havi kiadást jelentenek a biztosítónak. Tehát ez az egyik rész, a technológiai költségnövekedés. A másik, az pedig, hát szerencsésen vagy nem szerencsésen, az átlag életkorok emelkednek már Magyarországon is, ezért a másik költségnövelő tényező az idősödés. Ugyanis bizonyos életkor után fogyasztjuk el az egészségügyi szolgáltatásoknak a meghatározó részét, tehát azzal, hogy tovább élünk, az a politikusoknak az komoly főfájást okoz, hogyan lehet finanszírozni az idősödő lakosságnak a növekvő egészségügyi kiadásait. Ezért, hát elég kevés országban a világon, de itt is megpróbálnak előtakarékosságot népszerűsíteni, és például Németországban létezik ápolásbiztosítás, hogy gondolkozzunk előre, mert eljön az az időszak, amikor esetleg a család nem tudja vállalni az ezzel kapcsolatos költségeket, egyébként Magyarországnak is.
ez ma egy iszonyatos probléma, egy kicsit rejtett problémája is, hogy nem beszélünk eleget arról, hogy amikor ez az ápolási szükséglet intenzív lesz, hogy akkor milyen megoldások vannak, mit lehet csinálni. A magyar lakosság nincs arra szocializálva, hogy felkészüljön erre az időszakra. Ez is egy óriási nagy baj, tehát ez borzasztó fontosnak tartom. De be kéne engedni a piacra az egészségbiztosító vállalkozásokat. Hát az egészségbiztosító, tehát hogy legyenek olyan biztosítási igen. konstrukciók, amelyek erre készítenek fel, és ezt ösztönözze az állam mondjuk adókedvezménnyel, ami hát szintén nem nagyon van manapság. Elég régóta napirenden van ez a téma szakmai fórumokon. A döntéshozatalnak a inger küszöbét még nem érte el, de miniszter úr jól emlékszik rá, valóban Németország volt az az ország, amelyik a demográfiai folyamatokat elemezte, látta, hogy az átlag életkorok hogy fognak emelkedni, és aktív ellátással ezeket a kérdéseket lehet kezelni, de borzasztóan drága. Erre találták ki az ápolásbiztosítást, ami annak a keretéből nagyon gyakran például valaki az otthonába kapja meg azt az ellátást, amit az ő állapota indokol. Mert már van pénze rá. Mert már keletkezett a biztosítás révén erre fedezett. Ha 20 évig fizette, vagy 25 évig, akkor már van egy alaptőkéje. Ez például egy olyan feladat, amivel kiemelten kellene foglalkozni, mert jelen pillanatban ezt eléggé esetlegesen oldja meg Magyarország, amikor különösen mondjuk időskori demenciával kapcsolatos megbetegedések kopogtatnak az ajtón, akkor azt mondják a mama, meg a papa már kicsit feledéken, még nehezebben talál haza, és a család meg tudja oldani, nagyon kevésen tudja megoldani a család, ezt lévén nem élnek együtt több generációk, ezért jellemzően piaci megoldások vannak. Például az állam elég jelentősen és látványosan kivonult, nem volt például egy demencia szűrőprogram Magyarországon. Európában, rengeteg országban van egy demencia akcióterv, Dementia Action Plan, ami most egyébként készül Magyarországon, talán értesült erről a miniszter úr, mert az időskori problémák egy részével kell majd foglalkozni. Akár tetszik nekünk ez, akár nem, ezek a problémák kopogtatnak az ajtón. Meghúzható-e úgy, amérleg a jelenlegi problémákat nézve, adósság, várólisták, alulfinanszírozottság, aránytalanságok az ellátásban, hogyha az állam nem központi irányítással kezelni, amblokk az egészségügyet, egy, kettő, önkormányzatiság felé vinné a biztosítást, ami volt, három, saját minisztériummal szakmai irányítás alá helyezni, javulna a helyzet? Vagy ettől még nem minden a pénzem múlik? Hát ez biztos, hogy sokat segítene, és valóban a szakma és a ellenzéki politikusok is nagyjából hasonló irányban gondolkodnak. De emellett, ha a közkiadások mértékét érzékelhetően nem növeljük meg belátható időn belül, és itt szó volt hát arról, mégis csak ez a kulcskérdés. Hogy muszáj lenne behozni nagyobb azt a lemaradást. Tehát én azt mondanám, hogy alsó hangon, most azt mondom, hogy az egészségügyi közkiadásokat, évi közkiadásokat minimum 1000 milliárd forinttal kellene emelni, hogy nagyjából úgy körülbelül ezeket a problémákat, ha nem is azonnal, és ez működési kiadás, tudjuk emelni, és ebben benne van a kórház, gyógyszer, sok minden, ez csak egy induló lépés. Persze, ehhez kellenek változtatások, reformok, sok szempontból irányítási gyakorlat megváltoztatása, jó szabályozás, átláthatóság, minőségi kritériumok, mindaz, amiről beszéltünk. Egy baj van, nem üzlet, ez Lukas Kalap, ebből nem jön vissza pénz, mondja a mindenkori kormány, csak amikor ez négy egy évben nagy gondolkodik, ha valaki hosszabb távra gondolkodik, akkor tudjuk. Persze. Szabad egy mondatot mondani, hát, hogy, záróként gyorsan azt, hogy az a baj, hogy pazarlásnak, kiadásnak tekintik, ahelyett, hogy befektetésnek tekintenék az egészséget. Sokszor elhangzott, és most is ezzel zárunk, Kökény Mihály volt egészségügyi miniszter, a WHO szakértője volt az egyik vendégem, és Bodrogi József egészségügyi közgazdász. Köszönöm. Adtak muníciót a következő műsorhoz, majd Somfai Péter szerkesztő kollégámmal gondoskodunk róla, hogy folytassuk. Köszönjük a figyelmet, mindenkit.